A turizmus fejlesztés, foglalkoztatás és életminőség javítás, energetikai fejlesztések, tartalmas évet zárt A Berek szívében számtalan beruházás fejeződött be, vagy kezdődött 2018-ban is. Fontosnak tartják az évvégi szemvetést a Szabolcs megyei vásárosnaményban, a Berek szívében is. A település vezetője Filip Sándor úgy véli, főleg azok láthatják a minőségi változásokat, akik egy-két év után térnek vissza vásárosnaményba. A lakosság szám évek óta nő a beregi városban, pár évvel ezelőtt 8500-an laktak itt. A legutóbbi adatok szerint pedig már a 9100 főt is meghaladja az itt élők száma. Ez annak is köszönhető, hogy egyre élhetőbb a település és vendégszerető a közösség. Vásárosna mint több forrásból fejleszthet, ezt nagymértékben segíti a terület és település fejlesztési operatív program lehetőségei. A város polgármestere Filip Sándor szerint pályázni mindig érdemes és fontos, ezért a fejlesztések a jövőben is folytatódnak. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban maga a polgármester Filip Sándor. Jó napot kívánok, polgármester úr. Na, köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Mint ahogyan az iméntiekben is elhangzott, azért jó pár százmilliós támogatás érkezik, megérkezett vásárosnaményban, mennyire elégedett? Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon szép esztendőt fogunk zárni, de nem dőhetünk hátra, hiszen pályázni mindig érdemes. Épp ezért odafigyelünk arra, hogy milyen rendszereink vannak, és mi az, ami, ami további fejlesztés igényelhet még ugyanakkor azt is látjuk, hogy több pályázat lezárult, több pályázat most indul, és még mindig vannak várakozással teli perceink, hiszen egy-két pályázatnak a elvírása még folyamatban van. A felvezetőben az is elhangzott, hogy hát azért a lakosságszám szépen növekedett, és szerintem azért ez egy, ez egy fontos mutatója egy településnek. És ha jól tudom, azért vannak olyan pályázatok is, megnyert pályázatok, amelyek arra ösztönöznek, hogy a népesség megtartása az csak erősödjön. A településnek. Így van. Tehát jelenleg 9136 lakosa van Másáros minnak a, a Berek szívének, és nagyon figyelünk arra, hogy minél több fiatal próbáljon hazatérni, és itt találja meg számítását, itt alapítson családot. Egyik ilyen kiemelt projektünk a Gólyafészek projekt, amely kapcsán elkészültek a lakások. 8 darab önkormányzat lakást alakítottunk ki, ötöt kialakítottunk, hármat pedig felújítottunk, elkészült a rendelet, és hamarosan mindenki megtudhatja azt, hogy hogyan és milyen módon pályázhat ezekre a, ezekre a lakásokra. De nagyon fontos számunkra a felnővekvő nemzedék, hiszen tudjuk azt, hogy a gyermek a jövőnk záloga, épp ezért odafigyeltünk korábbi időszakban is arra, hogy bölcsődét építsünk, a topos forrásokból pedig óvodafejlesztéssel került sor, két csoportszobával, logopédiai szobával, orvosi szobával, játszótérrel bővült a az óvodánk, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ezáltal a csoportszámok bővülésével, hiszen a gyereklétszám is gyarapodik. Ennek ellenére a csoportlétszámok is növekedtek, ideális 20-22-es csoportlétszámokkal dolgoznak az óvónőink és a dajkáink. Ha jól tudom, több középület is fejlődött. Így van, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy a városban az energetikai szempontokat figyelembe jövő a környezetbarát irányba is el tudtunk mozdulni. Jelenleg a 322-es topos projektből sikerült több intézményünkre szám szerint öt intézményre napelemes rendszereket fölhelyezni, illetve három épület pedig talajzondás hőszivattyút kapott. Nyilván itt ügyelünk arra is, hogy a energiaszámláink minél alacsonyabbak legyenek a jövőben, de azt is tudjuk, hogy ez a folyamat sem ér véget, hanem mindig van ezen a téren is teendünk de azt is látjuk, hogy azok a projektek, amelyeket le tudtunk zárni, mindig odafigyelést igényelnek, hiszen akkor haladunk előre, hogyha ezeket is figyelemmel tudjuk követni. Mi a helyzet az úthálózattal, annak a fejlesztése? Kerékpár úthálózat az biztos, hogy. Így van, nem, ugye? nem mi többszörös kerékpáros barát település, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ne csak a turisztikai irányt, hanem a munkábajárást is tudjuk segíteni. Épp ezért kisvasájnt összekötő kerékpár út szakasz épült meg, egy 2,2 kilométeres szakaszon, amely a város központot köti össze kis nagyon fontos volt az a pályázat benyújtásakor, hogy a lakosság a közintézményeket, középületeket, a város biztonságos módon tudja megközelíteni, de ha esetlegesen éppen be akar jönni akkor ezt autóbusszal is megteheti, kerékpárral fölkerekezik biztonsággal, autóbuszra száll, bejön nyíregyházára, elintéz ügyes vagyos dolgait, megnézi a az ország egyik legszebb megyeszékhelyét, majd hazérkezik és kerékpárral haza kerekezik. Nagyon fontos ugye azonban az is, hogy a gyerekeket biztonságban tudjuk, épp ezért a Városközpont és a Kisvarsány felé vezető útszakasz most már olyan szinten kerékpározható biztonsággal, amire már régóta nagyon sokan vártak. Itt is szeretném megköszönni a lakosság türelmét és hozzáértését. Ma is többen hívtak, hogy örülnek, hogy elkészült és örömmel fogadják. Nyilván menet közben egy építkezés mindig rombolással kezdődik, de azon vagyunk, hogy a kivitelezőtől mindent bevasoljunk, és senki ebben se maradjanak kérdőjelek. Igen, mindez egyébként infrastruktúrális fejlesztés, de a gazdaság is ahhoz, hogy fejlődjön, hát ahhoz például ipari park létrehozása az az, ami nagyon fontos. Így van, ugye a Vásárs szószoros értelemben vett ipari parkja soha nem volt, ipari területünk volt, és ennek az úthálózata mindig hiányzott. Épp ezért célul tűztük ki azt, hogy az ipari területünkön útépüljön, csapadékvizelvezetővel, közvilágítással, illetve szeretnénk egy csarnokot is építeni. Ez egy kicsit öncélú is, hiszen szeretnénk a közmunkásainak is megfelelő munkahelyet és az eszközeinknek is megfelelő raktárat biztosítani. Én tudom, hogy a helyi vállalkozók várják már ezt a beruházást, reményeink szerint a jövő év elején ez a projekt is indulhat. És ha egy olyan minőségi terület jön létre, amire most már régóta vágynak, azt hiszem, hogy a gazdaság felrendülése további lökést kaphat. És hát azért azt bevallhatjuk, hogy Vásárosnamény a turizmus egyik kedvelt célpontja. Így van, ugye Vásárosnamény a berek szíve. <laughs> Nagyon jól tudjuk, hogy a szív nem mindig a középen elhelyezkedő szerv, hanem azt is jelentheti, hogy életet, erőt pumpál a térségbe. Nos, Vásárosnaménynek ez a szerepe. Tudjuk azt, hogy a Vásárosnamény Gergely-Ugornyi város része kiemelkedő a turizmus szempontjából, épp ezért odafigyelünk rá, mint ahogy a Magyar Kajakkelő Szövetség is odafigyelt ránk is a lapátos pihenőhely kialakítása kapcsán elindul a Berek központnak a felújítása, nagyon komoly rendszert építettünk föl, beindult a kajakkenús élet, a sárkányhajós élet és a turizmus. Ugyanakkor a topos forrásokban is láttunk lehetőséget, egy 1,3 milliárdos megyei projekt részeként vásáros, nem én része a Tiszapartunk, jövőre egy 161 millió forintos forrást kaphat majd. Itt sikerült ingatlan szerzésekkel olyan közösségi tereket elképzelvén a jövőben kialakítani és fogadni az ideérkezőket, hogy aki mondjuk kerékpárral érkezik, hajókat tud bérelni, aki kenúval érkezik, kerékpár tud bérelni, és beárhatja ezt a csodálatos vidéket, a bereget, akár vízen, akár kerékpárúton, hiszen tudjuk azt, hogy kerékpárútjaink is vannak, bár sokan összekeverik a töltéskornál lévő kerékpározható felületet a kerékpárúttal, de valljuk belássuk be, hogy ez nekünk egy óriási kitörési pont. Nyilván Gergely Ugornyán az információs pont mellett szeretnénk azt, hogyha mobilizálható játszótereket is ki tudnánk alakítani, illetve olyan ö, egészségügyi szempontból fontos helyeket gondolok itt illemhelyre, zuhanyzási lehetőségre, ami eddig nem volt. Tehát a vízről érkező vándor azonnal le tudjon zuhanyozni, be tudja kapcsolni mobiltelefonját, laptopját, tehát legyen free wifi is, és akkor el tudja érni a kedveseit, a szeretteit innen más erős nem volt. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy a gergely Tiszapart át fog van. alakulni? Így van. A jövőben. Van. Így van. Eddig is igyekeztünk jó gazdája lenni a Tiszapartnak. Nyilván a gazdasági fellendülés kellett ahhoz, hogy ide forrásokat tudjunk átcsoportosítani. 2013 előtt erre nem igazán volt lehetőségünk. Aztán, amikor a dóságátvállás kapcsán a város az önkormányzat levegőhöz jutott, akkor elkezdtük először a saját erőből a Tiszapartot kicsikét fejleszteni, most pedig azon vagyunk, hogy minél nagyobb pályázati forrásokból tudjuk ezt megvalósítani. És van egy másik projekt, ami hát félmilliárdos, szóval ez is eléggé kemény pénzösszeg, Zöld város projektről van szó. Így van, ilyenkor az ember szája a füléig ér, és nagyon örül annak, hogy ugye három, a három magyar igazság, harmadszor adtuk be a az ötvös kúriánkra. Először nem topos forrásra, egy más jellegű forrásra pályáztunk, majd első körben topos forrásból sem nyertünk támogatást, de most elmondhatjuk, hogy az ötvös család méltó emlékének őrzése fontos számunkra, és épp ezért pályáztunk az ötvös kúria teljes felújítására, körülötte zöld területek létrehozására, szabadidős területek kialakításával, illetve Szeretnénk, hogyha az ötvös kúrjával szembeni ötvös utca teljesen megújulna a parkolási lehetőséggel, és azáltal illeszkedne a városi képbe, abba a kisvárosi képbe, amelyet együttesen a képviselőtestet valamilyen tagjával, az önkormányzat dolgozókkal szeretnénk kialakítani. És még nem is beszéltünk arról a nagyon-nagyon fontos dologról, amely egy település megtartó képességét még tovább növelheti, ez pedig a foglalkoztatási paktum. Így van, ez ugye, hogy Ugye ezzel? gyakran, elmondjuk ezt, hogy népesség megtartó képesség Megtartó népesség megtartó összefüggése. Nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda a, azokra a vállalkozókra, akik szeretnének valamit. Egyrészt szeretnének helyben maradni, szeretnének megélni, szeretnének családjuknak megélhetést biztosítani. Épp ezért a helyi foglalkozási paktunk kialakítása kapcsán láttuk azt a lehetőséget, amivel ezeket a vállalkozásokhoz, vállalkozásokat forrásokhoz tudjuk juttatni, azaz bér és járulék támogatásával egy 180-190 milliós forrás sikerült lehívni, egy 240 Milliós, közel negyedmilliárdos projekt kapcsán. A Paktum iroda a Városházán működik. 19-én lesz a következő ICSI ülésünk. Ismét jelentkeztek többen, úgyhogy ott tartunk, hogy tudnak rólunk, érzik, hogy mit szeretnénk, és egyre több vállalkozás keresi meg Városházánkon a Paktum irodát is. Mire számítanak 2019-ben? is feltettem a kérdést. Szeretném azt, hogyha azok a projektek, amelyek indulhatnak jövőre, azokat eredményesen sikeresen le tudnánk zárni. Én szeretném azt, hogyha a lakosság elégedett lenne azzal a munkával, amelyet az önkormányzat végez, illetve ha nem, akkor ősz, őszintén egymás szemével nézve jelezzék azt, hogyha valami nem oké. Ez vásáros eddig is így működött. A fogadóórákra nincsen, nincsen szükség, hiszen egy nyitott városháza vagyunk, és állunk a lakosság segítségére, szolgáltára, mert együtt vagyunk egy csapat. Köszönjük szépen, polgármester úr, sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Is.